Na csácsomi csörtészt a csokolár és traktorkerék, szavaztok papikáim, mivel rövid lett az előző rész, úgy gondoltam, hogy nagyon gyorsan hozom nektek a következőt, ami szerintem nem lesz olyan nagyon-nagyon rövid, mivel elég érdekes dolgokat kell megcsinálni. Ugye Night Safari a címe, amiben azt kell megoldani, hogy valami meg kell keresnünk valami pótkocsit, és azt vissza kell vinnünk valami kempbe, meg még ráadásul ezt időre kell csinálni, meg még ráadásul érinteni kell az összes megfigyelő pontot, meg még ráadásul valami virágokat kell keresnünk, úgyhogy nem is tudom, hogy igazából miről van szó. Csapjunk bele a lecsóba, és is megnézzük, hogy mi történik itt. Jaj, remélem lesznek majd ilyen challenge módok, még ezt nagyon élvezem, megmondom őszintén. Na, oké. Azzal lehet menni? Oh my god, várjál, ajajaj, gyorsan. Kérvecs pont, aha, 2 point van, oké. És 6 óráig kell csinálnom, tehát hány óra van? Aha, éjfél van. Jó, oké. És valami fluorescens virágokat kell keresni, mindegy, gyerekek, menjünk már. Az oda néz, mekkora motor! Nagyon adja. Gyerekek! Ne alagudjatok, de valamit mondok nektek. Nem volt ez ilyen sötét, hallod? Nem volt ilyen sötét ez a játék. Ezt megcsinálták, jaj. Figyeld. De nem, de. Várjál, mi van itt? A rocsod, én van, hallod? Végre, hallod? Van értelme a lámpának. Full nem volt értelme, bekapcsoltad, inkább izé volt. Jó, gyakorlatilag van nekünk elég sok időnk, 6 percünk. Ezeket ugye érinteni kellene. Hú, te Isten. Ja, van értelme a lámpának, gyerekek. Végre. Imádom. Régen pont az van rögtön bundiva, hogy fölkapcsolod, még kevesebbet látsz, mert akkor az volt, hogy előtted volt fény, máshol nem. Ez jó lenne kijönni ebbe a mocsárba a more. Szépen, okosan, ne rugassuk. Fölöslegesen. Egy perc eltelt, júj. Aha, jó, oké. Az van a trailer. Hú, vaj, hol volt a camp, hallod? És ezek mik? Ezek mélységeket jelölnek? Ezt nem hiszem el, hogy ilyen is van most ma. Figyeljetek, azt kéne csinálnom, garázs trailerére elvenni. Marha gyorsan, és akkor utána gyors vespoint, és úgy. Oké? Nyomjunk egy rettenetest, és kerüljük a vizeket. Na jó, ennyit erről. Vizek kerüléséről. Nem tudom, hogy fú, ez nagyon szoros. Legközelebb most már tudom, hogy érdemes menni, úgyhogy ha nem sikerül elsőre, másodikra biztos fog. De nem, mert ugye még kellene nekünk olyan, hogy valami virágokat kéne gyűjteni. Hát miről beszélsz? Sanyi. Ezeket kitöri? Jó, örülök neki. Mondom, ezt nem töri ki, az érdekes lesz. De jó. De jó néz ki. Jó, itt van. Ezt utána kötjük. Cirkuszos kocsit. Úristen. Ugye így, ilyenkor érdemes menni. Ezt mindenkinek mondom, hogy inkább. És ugye fölrakom rettet, és fölök mind a... Most mit mutat, gyerekek? Álljál meg. Jó, hogy ez itt akasszom föl, ugye? Mindjárt tudom, hogy... Ó, gyerekek, kitépi a füvet és átdobja magán, azt láttad? Vaj, nagyon nem látni, de azt csinálja, hallod, így kitépi és akkor átdobja.
Várja, megnézzük. Jó. Ja, hogy magától megtörtént, oké. Okay. Ne erre nem szavítottam. Gyűri össze a füvet egy kupacokba a sárvédőknél. Régebben ilyenünk nem volt. Hát elmegyek erre, gyerekek. Majdnátok inkább, lehet, hogy próbálok valami olyan helyen menni, ahol nincsen víz. Valami világító virágokról is magyarázott, amit arra gudjatok, de nem tudom, hogy hol van. Hopsz, ott van benne, ott van benne. Most akkor most ezzel mit csináljak, ha egyszer be se tudok menni? Várj, nem tudja ezt kidönteni a falkat? Ha nem. Azt hittem egyébként, hogy talán ki tudja. Menjünk hátra, haver. Ezeket a pici fákat. Picit azt igen, de nagyot már nem, jó. Igazából megvannak, aha. Jó, megtaláltuk ezt is, jó, oké. Okay. Jó vagyunk, nem tudom hány percünk van, hány percünk van, meg lehet, ez még meg lehet. Meg lehet elsőre, basszus ez az egész, úgyhogy ez, annak tudnék örülni. Végre az éjszaka játékban baromi jó. Majd most vizen fogok átkelni, nem szeretnék nagyon mélybe belemenni, de ez nagyon lassít. Aj, gyerekek, ezt nem szeretem. Megszivatom magam ezzel a vízzel. Kettő és fél percem van. Gázt próbálom szabályozni, hogy talán valamit azzal ki tudok okoskodni. Kiérünk a szárazra, beindulunk. Jó, ez a küldetés, basszat! Eddig nem volt két egyforma küldetés, de még hasonló se. Amit nagyon-nagyon komálok. Érintjük és húzunk vissza, mint a vadlibák. Nem tudom, honnan indultunk. Látok, víz van, úgyhogy ha oda kell visszamenni, jó. Ezt sem akartam. Na. Van két percünk visszaérni. Próbálom kerülni a vizet. Inkább a szárazabb részeken, de tényleg jó ez a lámpa. Jó, így is látni valamit, de hogyha ezt fölnyomod, akkor ez nagyon jó, nagyon jó. Le a kalappal a készítők előtt. Menj már! Jó. Csak lejjebb veszük a fordulatot. Tapadás és úrlódás, tudjátok, már meséltem erről. Sokkal nagyobb, mint mikor pörögnek a kerekek. Nem szabad pörögetni a kerekeket. Valóságban sem. Ez nem egy megoldás, ugye, hogy rúgatod a gépet, mint a bolond. Inkább tapadjanak meg a kerekek, és akkor inkább lassabban mész egy picit. Még van egy percünk, gyerekek, úgyhogy meg lesz ez. Három csillagra, hihetetlen. És ott van az üzemanyag, de jó, meg van csinálva, eddig van, hihetetlen. Imádom. És külön meg van csinálva, nem úgy, hogy most egybe mozognak.
Hogy lötyögnek beszarás. Azért fizikai modellezés az ott van ebben a játékban. Az öreg szása az még mindig ugyanaz, mint eddig. Na, nyomhatunk neki most már egy kis sebességet is, mert ugye megérkeztük azért szárazföldre. Na gyerekek, szóval 3 csillag, hihetetlen, nagyon örülök neki, gyorsak is voltunk, és lassan kezdett, már felkelni a nap, az volt a durva, hogy nagyon jó. Köszönöm szépen a figyelmet, szuper jó volt, sikerült összeset komplitre, elsőre, mind a 3-at eddig. Nézzük a következő, vagy most mind a 4-et már, na. Ó, darukezelő. Össze kell szednünk a fákat gyakorlatilag az erdőbe, darúval. Nem sebezhetjük a járművünket. Nem törhetünk össze fakerítést. És diffi zárat se használhatunk. Juhú, jó lesz ez gyerekek, jó lesz ez. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Csumicső.